hogyha egy szöveget kicsit is jó, vagy kicsit is rétegezett, vagy több rétegű, akkor mindig tartogat olyasfajta váratlant, amit az ember nem kódolt bele. Nem azért, mintha az ember olyan sok öntudatlan dolgot belekódolna a szövegbe, vagy ez cél lenne. Természetesen minden szöveg kimeríthetetlen, ha azt teszem, de olvasóként viselkedik az író maga is egy szöveggel akkor, amikor kiadja a kezéből. És onnantól fogva fölteltem, hogy hasonló kíváncsisággal, mint egy olvasó. És ez a fajta plusz tudás, ami az írónak megvan, ez nem olyan túl sok, hogy ettől mindent tudna arról az írásműről. Függ attól, hogy mekkora terjedelmi szövegről van szó, egy négy soros vers elvben jobban kimeríthető, mint egy 20 oldalas novella. De ez a váratlanság, ez mindig minden körülmények között megvan. Ha nincs meg, vagy ha nagyon nincs meg, az baj. Megvan már csak azért is, mert elforog alól az idő, egy mű alól, egy írás alól, vagy pedig aláforog pont az idő, és ez újabb és újabb rétegeket, vagy hogy Eszterházy Pétert idézem, vajaszínű árnyalatokat tud hozzátenni a szöveghez. Úgyhogy ez egy elég magától értetődő és természetes dolog.